Hungarian Startup University programot én egy a hallgatói képviselet által küldött heti hírlevélben találtam meg. Mindig szoktam nézni ezeket a hírleveleket, mert nagyon sok érdekes és hasznos információt tartalmaznak arról, hogy milyen verseny lehetőségek vannak, hogy milyen pályázatok, milyen pályázati lehetőségeink vannak, és itt volt feltüntetve a GTK HK hírlevelében, hogy lehet jelentkezni egy ilyen újító képzést bemutató startup perkedős programra. Ennek kapcsán úgy döntöttünk a barátainkkal, hogy eljövünk egy ilyen nyitó rendezvény, és akkor ott döntöttünk úgy, hogy akkor igenis miért ne próbálnánk meg teljesíteni ezt a tárgyat, és mivel már az első alkalommal nagyon szimpatikus volt mind a közeg, mind pedig az emberek, akik ezt csinálták, ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy belevágunk. A Hungarian Startup University program keretén belül én a OnePager-emet egy olyan ötlettel készítettem el, amely arról szólt, hogy egy olyan online felületet, egy olyan applikációt szerettem volna létrehozni, amely megkönnyíti a nyelvtanárok megkeresését az interneten. Mindezt azért, mert napjainknak nagy problémája az, hogy egyre nehezebben találunk nyelvoktatót, hogy egyre nehezebb jó és minőségi ajánlott nyelvoktatót találni, mindezeket csak ilyen újsághirdetéseken, vagy éppen közösségi média felületeken találhatjuk meg, és nincs egy biztos pont, ahol, vagy nincs egy biztos alkalmazás, amelyen keresztül ezt könnyen és egyszerűen és biztonságos módon megtehetjük. Innen indult ki az ötletem, amelyre a OnePager-emet le is adtam. Mindezek után a második fél évben nagy örömömre szolgált, hogy kiválasztásra került ez az ötlet. Ezek után jött a csapatalapítás. A csapattagok kiválasztását az egyetem nagy mértékben támogatta, egy matchmaking eseményt csináltak számunkra, ahol mi, mint ötletgazdák megismerhettük az ötletet a hallgatókkal, akik elvégezték ezt a kurzust, ezáltal is lehetőséget biztosítva számukra, hogy egy érdekes és őket érdeklő projekten dolgozzanak az elkövetkező fél évben. A csapatomban öten voltunk összesen, ketten az informatika szakterületéről érkeztek, ketten pedig gazdaságisok voltunk, egy csapattagunk pedig a kommunikáció területéről érkezett, aki nagy mértékben hozzájárult a különböző dizájnok készítéséhez. Ezen kívül pedig elmondhatom azt is, hogy sikerült egy kicsit tovább is fejleszteni az ötletet, mely által úgy döntöttünk, hogy nem csak azoknak a hallgatóknak szeretnénk segíteni, akik nyelvet szeretnének tanulni, hanem azoknak is, akik számára más egyetemi tárgyak okoznak nehézséget. Így az ötletet kibővítettük, és ez alapján, illetve a Hungarian Startup University pontjai, illetve segítsége alapján tudtuk az ötletet továbbfejleszteni, és kihozni belőle azt, amit mi kitottunk ez alatt a fél év alatt. Én teljes szívből tudom ajánlani minden olyan hallgatónak ezt a programot, aki úgy gondolja, hogy az egyetemi éveit szeretné egy kicsit színesíteni, kihasználni a lehetőséget, hogy egy remek ösztöndíj program keretében a saját ötletén dolgozzon, úgymondva mindenféle hibázási lehetőség nélkül, mivel azért vagyunk itt, azért vagyunk ebben a programban, hogy közösen hibázunk és ezeket a hibákat kijavítsuk, csapatban szeretne dolgozni, vagy éppen csak ki szeretné próbálni magát, hogy milyen is ez a startup élet, milyen az, hogyha az ember a saját vállalkozásán dolgozik, akkor mindenképpen ajánlom ezt a programot számukra. És főleg akkor, hogyha hasonló gondolkodásmódúak, mint én, mivel én azt vallom, hogy ameddig egyetemisták vagyunk, ameddig egyetemre járunk, és ilyen kiváló lehetőségeink vannak, akkor muszáj, illetve nagyon ajánlott ezeket a lehetőségeket a legszélesebb körben kihasználni, mivel a későbbiekben ezek által mind csak fejlődhetünk, és mind csak többek lehetünk a végén. A kurzus számomra egy olyan lehetőséget adott, hogy csapatvezetőként kipróbálhassam magamat egy újonnan szerveződő programban, ahol az én ötletem került megvalósításra. Számomra ez egy különös szituáció volt, mivel nekem kellett a csapatomat összeszerveznem, és a heti meetingeket, a heti megbeszéléseket folyamatosan szervezni, arra készülni, és elérni azt, hogy
hogy a csapattagok is hasonló motivációval rendelkezzenek, mint én. Számomra ez volt talán a legkülönlegesebb lehetőség és újítás, mivel teljes mértékben nekem kellett felelnem magáért a csapatért, és azért, hogy a határidőket megfelelő módon tudjuk betartani. Második fél évben lehetőség van mentorokhoz is jelentkezni a program keretén belül. A mentorok mind szakképzett és startup témával foglalkozó emberek, akik nagy mértékben tudják segíteni a munkát. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség kihasználni azt, hogy velük kommunikálva és tárgyalva, az ötletet előadva és formálva megbizonyosodhassunk arról, hogy mennyire működőképes a projektünk.